Soltról, Dunatetétlenről, Hartáról, Géderlakról is érkeztek iskolások, illetve kalocsai intézmények is regisztráltak erre a programra. A Lázár Ervin programot az idei tanévtől vezette be a kormány, ez a nemzeti identitás erősítésének céljából. A Lázár Ervin program által az összes elsőtől nyolcadik osztályos tanulóig minden tanulónak biztosítanak évente egy ingyenes előadást, ami jelenthet bábelőadást, jelenthet cirkuszi előadást, komoly zenei koncerteket. Mudzsahid Zoltán és Lénárt László közös szerzeménye egy afrikai népmese nyomán íródott. Fogarasi András, aki ennek a színháznak a vezetője, megkeresett engem, mert hogy előtte már csillogtattam a béli tehetségemet, hogy dalszövegeket tudok írni, és összeismertetett a Mudzsahid Zolival, és leültünk egy kávézóban, és mondta nekem, értve nekünk, hogy meg kellene csinálni az Oroszlán királyt. 2003 óta van ez a darab színpadon. Természetesen a fő vonala a történetnek az megmaradt, és mi is beállunk abba a sorba, akik azt hirdetik, hogy a szeretetnél, a barátságnál nincsen nagyobb dolog a világon.